a taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a KATA általány adófizetési kötelezettség alól. Ez az adómentesség érinti a fodrászokat, festőket, villanyszerelőket, víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelőket, burkolókat, vendéglátásban és járóbetegellátásban dolgozókat, előadó művészeket, valamint asztalosokat, testedzőket, idős gondozókat. A mentesség a katások ötödét, elsősorban a lakossági szolgáltatást végzőket érinti, mivel nagyjából 391.000 szereplő adózik ezzel a kedvezményes formával az országban. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke üdvözli ezeket a könnyítéseket, mert, mint mondja, ezeknek a vállalkozóknak jelenleg nincs vagy csak alig van megrendelésük és bevételük, így nem lennének képesek befizetni az adót. Ezekben a szakmákban szinte megszűnt a tevékenység, gyakorlatilag nincsenek megrendelések, a kiürültek a szolgáltatás helységei, gyakorlatilag nem látogatják őket a megrendelők, illetve nincsen egyszerűen lehetőség arra, hogy a következő időszakban ott változás lesz. Ezeknek a vállalkozásoknak majd csak augusztus 12-én kell legközelebb adózniuk, a júliusi munkavégzés után. Azoknak a katásoknak pedig, akik adótartozást halmoztak fel március előtt, egészen a veszélyhelyzet lezárulása utáni negyedik hónapig nem kell befizetniük az adót. A felhalmozott tartozást 10 hónapon át kell majd törleszteniük. Ebben az esetben késedelmi pótlékot sem számít fel az állam. Továbbá 11-el bővült azoknak az ágazatoknak a listája, ahol minimális járulékot kell fizetniük a munkáltatóknak, a munkavállalóknak pedig csak 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük március, április, május és júniusi hónapra vonatkozólag. Fischer Sándor azt mondja, így a cégek egy időre fel tudnak lélegezni, és ha vége van a válságnak, akkor gyorsabban és könnyebben tudnak majd talpra állni. Én úgy érzem, hogy azok az intézkedések, akik most történtek, az könnyebbséget jelent a vállalkozóknak, egyfajta lehetőséget arra, hogyha vége van a válságnak, illetve megszűnik a koronavírus által okozott egészségügyi gondok, akkor ki tudjanak pontakozni, újra tudjanak kezdeni. A járulékok elengedése 100-200 milliárd forintba, míg a katások adó elengedése nagyjából 16,5 milliárd forintba kerülhet. Az iparkamara mindeközben felméri, hogy milyen hatással van a koronavírus a vállalkozások életére. A beérkezett visszajelzések abban segítenek az iparkamarának és a döntéshozóknak, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak számukra. Mi elsősorban abban próbáljuk őket segíteni, hogy körbenézzünk, hogy hol lehet esetleg kiutat találni egyes vállalkozásoknak. Itt láthatóan volt már olyan vállalkozás, aki átállt másfajta termelésre, például az egészségügyi eszközök gyártására, a géz meg egyebeknek a gyártására, és úgy néz ki, hogy ebből a szempontból tudtuk nekik lehetőséget biztosítani. Ott, ahol viszont nincs megrendelés, hogy a megrendelés jelentősen csökkent, ott ez egy lehetőség, illetve próbálunk biztosítani számukra olyan kiutakat, ami számukra megfelelő. Ilyen lehetőség volt az, hogy próbáljuk a kormányt ösztönözni arra, hogy egyrészről támogatással, valamint adó és járulékok csökkentését vezesse be. Ezeket a területeket jelöltük ki. Úgy néz ki, hogy erre a kormány hajlandó, illetve a megfelelő intézkedéseket meg is teszi. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón bejelentette, júniusra tetőzhet a járvány, és már most 30-40 ezeren váltak munkanélkülivé. Áprilisban és májusban tömegessé válik a munkanélküliség az országban, 100 000-es nagyságrendre lehet számítani. Azt is elmondta a miniszter, újabb ágazatok kaphatnak járulékkedvezményt.